A tél beálltával véget ért a 7. évad a Magyar Lovas Színházban. Márkos Attila, a színház vezetője elmondta, a 7. év akár csak a házasságban vízválasztó volt számukra is. 7. évünk volt, mondhatom, a legnehezebb. Ez több szempontból is jelentkezett. Először is ugye mi is azért valamilyen szinten éreztük a gazdasági világválság hatásait. Azon kívül hála Istennek, hogy a világválság ellenére mindig teltházzal tudtunk játszani, de nagyon sok megszorító intézkedést kellett hoznunk, és át kellett gondolnunk a működésünket. Ebből a nézők azonban semmit sem érzékeltek. Ők ugyanolyan színvonalas előadásokat láthattak, mint a korábbi években. Áprilisban a Ludas Matyival indított a színház, majd bemutatták a 2010-es év sikerdarabját, a Tróját. Újra színen volt a Honfoglalás és a Leányvásár is, illetve az idei évad sem telhetett el szuperprodukció nélkül. Ami talán a legtöbbet jelentette, és a legnehezebb feladat volt, az Utolsó betyár. Ez egy olyan darab volt, amit a Lovas Színház magának írt, tehát ez kifejezetten a Magyar Lovas Színházra íródott, és itt mutattuk be először. Járd velem a táncot, járd a betyár táncot, az utolsó betyárral már nem sokáig járunk. A Magyar Lovas Színház minden évadát a Mikulás gálával zárja. Nem lesz ez másképp idén sem. Az előadást meg kiváló Mikulás ajándék lehet december 8-án 17 órától láthatják. A műsor struktúránkon igazából nem szoktunk változtatni, de minden évben újítunk és új elemeket teszünk bele, megtartva a tradicionálisnak mondható régi Mikulás gálás elemeket is, de most egy kicsit többet gondoltunk a gyerekekre, és a Dzsungelkönyvéből, a Pocahontasból és olyan ismert Walt Disney darabokból fognak neves előadók részleteket bemutatni. Természetesen ez is lóval és sok lóval, szamárral és egyéb más állattal. Minden ugyanúgy havazva lesz, havas táj, már készülnek a díszletek, épül az a szokásos Mikulás domb. Az évad végeztével persze nem ér véget a munka a Magyar Lovas Színházban. A társulat már javában készül a következő évre. A jövő évi programunk egy nagy felújítással kezdődik, illetve teljes mértékben át lett hangszerelve Betőfi Sándor és Kacsó Pongrásznak a szintén híres darabja, János Vitéz. Itt egy kicsit modernebb, rokkosítottabb zenével fog megjelenni, parádés szereposztással. Ezen kívül jövőre ismételten színre viszik az Utolsó betyárt, a Honfoglalást és a Marica grófnőt. A színház fő célja, hogy az ország más pontjáról érkező nézők mellett a komáromiak is sűrűbben látogassák az előadásokat. Nagyon szeretném, hogyha a Komárom tényleg méltán büszke lehetne a Lovas Színházra, hiszen azt hiszem, hogy országos hírünk az most már elég komoly és elég jelentős, és hát nagyon szeretném, hogyha a komáromi emberek is látogatnák a Lovas Színházat, és megbecsülnék azt, és szeretettel jönnének ide, ami az övék is.